Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 19-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai és mik az ő tervei, erre megadja a választ ez a kártya. Ez a hölgy mutatja a nyitottságot egy új kezdetre, vagy az érzelmekre, de azt is, hogy kifele tekint, és nem látja a lehetőségeket, emiatt ez a hölgy szomorú. Az lehet, hogy ti vagytok ebben a helyzetben, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és mutathatja azt is, hogy ő ebben a szituációban van. Pontosan így érzi magát, megvannak a vágyai, keres egy kiutat, és ezen el is gondolkozik, mert ez mutatja a gondolatait. A második kérdés pedig az volt, milyenek az ő érzelmei. Neki megvannak a vágyai, megvannak az álmai, gondol rátok. A kelyhek mutatják az ő érzelmeit, a hatos szám, a múltat, van benne egy kis nosztalgia is. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kártya utal egy találkozásra, könnyűségekkel, és mivel a kardok a levegő elemét szimbolizálják, az utal kommunikációra is. Viszont az ötös szám is jelent valamit. Mégpedig azt, hogy van valaki a háttérbe, figyeli az eseményeket, vagy kihat rá. De az ötös szám jelent még valamit. Ha lezárulnak a dolgok, megvan arra a lehetőségetek, hogy egy új irányba mozogjatok. A napi kártyát a halak mutatják, ez szimbolizálja a pénzt, az anyagiakat, az is lehet, hogy ő még egy párkapcsolatban van, az anyagiak miatt. A halak nem csak az anyagiakat szimbolizálják, hanem egy lelki kapcsolatot, és az, ami összeköt titeket. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást videón keresztül, természetesen név nélkül. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500, de hívhattok telefonon is a számom 06 90 900 909. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!